következő előadás arról fog szólni, hogy hogyan lehet újra gondolni a termelés irányítást. Előadóink Schmidt Oliver az Intercomputer Informatika ZRT-től és Kubicsek Tamás az IBM Magyarországtól. Oliver, Tamás, tietek a szó. Üdvözlök mindenkit, én Schmidt Oliver vagyok, az Intercomputer Informatikai ZRT kereskedelmi képviselője, és tegnap kaptam egy hívást a kollégámtól, hogy sajnos nem tudja előadni az előadását, úgyhogy kérlek nézzétek el nekem, hogyha puskázni fogok. Engedjétek meg, hogy bemutassam előadó társamat, Kubicsek Tamást, az IBM fenntarthatósági szoftverüzletág műszaki vezetőjét. És át is adnám a szót egyébként. Jó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ja, a mai előadást praktikus szempontok szerint úgy állítottuk össze, hogy egy kicsit így magas szinten elkezdjük, hogy mi hogyan kapcsolódunk az ipar 4.0-hoz, utána mi hoztunk egy konkrét megoldást és egy esettanulmányt is szeretnénk bemutatni számotokra. Az ipar 4.0-hoz úgy szeretnénk a felvezetést megtenni, hogy mi hogyan látjuk ezt a fejlődést. Mi nem kezdett most a gőzgéphez visszamenni, ahogy szokták sokan. Az utóbbi 10-15 évben én is a BMI-n végeztem, és én egyből a szoftveres világba kerültem, és nagyon örülök ennek. Az elején azzal foglalkoztunk, hogy papírmentesítsük az irodákat, de ez azt jelentette sokszor, hogy papír alapú személyi folyamatokat alakítottunk át valamilyen digitalizált folyamattá, és itt még a kerekasztalnál volt szó arról, hogy a technológia nem feltétlen tud segíteni. Én azt érzem, hogy amikor ezt a lépést tettük, ezt a papírmentes irodából digitalizált rendszerekké, ott valóban nagyon sok személynek a munkáját kellett megváltoztatni, és az egy nagyon nehéz lépés szervezeti átalakításokkal jár. Azonban szerintem az ipar 4.0 sokkal hatékonyabb módszereket is lehetővé tesz, és egy-egy embernek a munkájának az átalakításával nagyon nagy lépéseket lehet tenni ezeket a békaugrásszerű lépéseket. Tehát a papírmentes iroda után a felhőszolgáltatások léptek be, ami szerintem azt tette lehetővé, hogy nem csak a legnagyobb vállalatok, hanem kisebb vállalatok is elérhetővé váltak, számukra is elérhetővé vált az, hogy modern technológiákhoz hozzáférjenek. Az IoT 2014-15-ös évben volt ilyen nagy ugrásszerű növekedés, mutató témakör, azt gondolom, hogy ezen már úgymond túl vagyunk, és hogy mivel több az ipar 4.0, tehát az IoT-ban ugye még csak bekötöttünk gépeket, és kaptunk róluk adatokat. Én azt gondolom, hogy az ipar 4.0-ban igazán az, hogy a gépi tanulás, nem hívnám mesterséges intelligenciának, mert az itt elmenne az a robotos kommunikáció, meg nem erről beszélünk, abszolút arról, hogy mondjuk a gépi tanulás modern lehetőségeivel valamilyen üzleti hasznot tudjunk elérni. Még az, hogy mik ugye a jellegi ipari 4.0 trendek, ugye az IoT-tól kezdve én azért még itt a szoftver robotokat is felhoznám, ez a Robotic Process Automation. Ami nekem ebből a diából kimarad, és egy kicsit hiányoltam, ezt nem én állítottam össze, pedig ez egy 2022-es felmérés. A fenntarthatóság, azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy elemet fog itt a következő években, nagyon nagy figyelem lesz erre, mind a termelésnél az, hogy a termékeknek a karbonlábnyomának a számítása, mind a termelő vállalatoknál ennek a karbonlábnyomoknak a csökkentése. Jó, és tehát onnan, hogy hogyan... Tehát az ipar 4.0-ban azt gondolom, hogy a nagy előrelépés az az, hogy mondjuk okos megoldásokat tud elérni a kisvállalatoktól a nagyvállalatig bárki. Ebben az IBM-nek az egyik megoldása, ez az IBM Maximo Application Suite, amiben a Watson szót is valószínűleg sokan hallották, ez inkább egy ilyen általános buzzword itt az IBM-nél, ami minden intelligens megoldást magában tud, tehát itt ebben a megoldáscsomagunkban is ez be van építve. Az, hogy mitől újra gondolt, az azt jelenti, azt gondolom, hogy tehát
Az előző előadásban is elhangzott az, hogy mondjuk küszöbértékeket állítunk be, és úgy figyelünk egy termelés monitorozást. Ugye ebben szerintünk most már azok a megoldások, például ilyen anomáliafigyelési megoldások, amikor nem állítunk be küszöbértéket, hanem megpróbálunk a korábbi működés szerint normális működést figyelni, és ezek a gépitanulási algoritmusok tudnak anélkül jelezni, hogy küszöbértéket állítanánk be. Sokszor a küszöbértékeknél, ugye, hogyha az emberek szemmel ránéznek egy trendre, láthatják azt, hogy valamilyen változás történt, ami valószínűleg nem vezet jó irányba, de a küszöbértékeket nem feltétlenül lépjük túl. Tehát ezek a statisztikai módszerek, ezeknél van hatékonyabb manapság, és ezek például mi megoldásunkban is be vannak építve. Ja, itt a megoldásunkban, itt igazániból a főbb elemek azok, ez a gyártás, vagy termelés, vagy berendezéseknek a monitorozása. Ahogy említettem, itt a szenzoradatokból gyűjtött információkra épülve nem csak a küszöbértékekkel, hanem ilyen anomália figyelési módszerekkel tudunk dolgozni. A prediktív karbantartás. A prediktív karbantartásra is van megoldásunk, de sokszor, amikor beszélgettem ügyfelekkel, azt mondják, de nincsen adat. Ugye a prediktív karbantartás az korábbi hibákból tanul, és azokat próbálja előrevetíteni. Ugye, hogyha ezekre nem voltak adataink, akkor, tehát meghibásodás adatunk nem volt, akkor nem tudunk előrejelezni. Míg ugye a monitorozásnál az anomália figyelés az egy néhány nap, egy 30 napnyi maximum adatból is már nagyon jól tud dolgozni, a nem normális eltéréseket tudja riasztani. Van kvázi ilyen asszisztensünk, ami egy tudásbázisból képes a karbantartó üzemeltetők számára kérdéseket tudnak feltenni meghibásodások esetén, és ezekre tudnak megoldási módszereket a dokumentációkból, a rendszerekből kinyerni. Nálunk is van a digitális ikerpárra is lehetőség, de mi itt nem a 3D rajzolás, vagy a termékeknek az ilyen jellegű digitális tesztelése, hanem inkább az a cél, hogy mondjuk a gyártóink berendezéseikről egy digitális ikerpárt fel tudnak tölteni a mi úgymond a marketplace-ünkre, és onnan az ügyfelek már ezt át tudják venni, ezt a digitális ikerpárt, amikor ők üzemeltetik a berendezéseket. Arról csak egy gondolattal, hogy vannak speciálisan iparágakra szabott moduljaink is, de itt nem erre térnék ki különösen. És itt még az, a következő ábra az egy elrettentés arra, hogy maguk az informatikai megoldások nem váltak a háttérben egyszerűbbé, tehát komplexek a háttérben. Viszont azt gondolom, hogy az ipar 4.0 szintén azt hozza el, hogy a komplex háttérmegoldásokat felhasználóként nagyon egyszerűen tudjuk kezelni. És tényleg ezt a szábrát ebből azt emelném csupán ki, de itt a zöld dobozok, azok modulokat jelentenek, és itt mindenkit arra biztatok, hogy ezek a moduláris megoldások nagyon jól egy-egy célfeladatra lehetőséget biztosítanak, és például a mi IBM filozófiánk az, hogy nem akarjuk az egész céget leuralni a saját megoldásunkkal, hanem egy-egy modullal be tudunk csatlakozni egy vállalatirányítási rendszer mellé, vagy különböző a vállalati környezetbe. Itt tényleg csak itt az, hogy ugye a berendezésekből, szenzorokból, vagy integrációs eszközökön keresztül a moduljainkba jönnek információk, és ami a konklúzió az ebből az egészből, tehát hogy a háttérben bonyolult megoldás van, viszont a felhasználó nagyon egyszerűen tudja kezelni a megoldásokat, és nagyon sokszor azt gondolom, hogy az ipar 4.0-ban volt egy előrelépés, hogy önkiszolgáló módon tudnak végezni dolgokat a felhasználók. Tehát nem kell mindenhez egy nagy csapatot fenntartani, egy-egy ember nagyon egyszerűen meg tudja találni a megoldást.
Itt csak egy gondolattal, hogy úgy indul mondjuk egy ilyen monitorozási rendszernek az összeállítása, hogy a különböző szenzorokat, gateway-eket, tehát az eszközöket rögzítjük, hogy azok biztonságos módon tudjanak adatokat behozni a rendszerünkbe. Utána ugye meghatározzuk azt, hogy milyen mérési paramétereket szeretnénk mi itt megfigyelni a szenzorokból. Utána a megjelenítést összeállítjuk, ez is teljesen önkiszolgáló módon most így egyes értékeket vagy trendeket tudjanak felvenni a felhasználók, és utána pedig ugye riasztásokat tudjunk generálni. Itt ugye megint kiemelem, hogy a riasztásoknál beállíthatóak a hagyományos küszöbérték jellegű lehetőségek is, de 7 olyan különböző célra használható ilyen gépitolási algoritmusunk van beépítve, ami önállóan tudja figyelni az eltéréseknek a megjelenését. Tehát itt még egyszer azt emelném ki, hogy szerintem az a nagy előny ezekben a modern ipar 4.0 megoldásokban, hogy egy-egy felhasználó könnyen, önkiszolgáló módon is hozzá tud nyúlni. Természetesen ugye a rendszerintegrátorok azért segítenek beépíteni, tehát az intercomputer szerepe itt ez kiemelkedő ezen a területen. Itt a dashboardoknál csak egy gondolattal, hogy itt most egy ilyen, tehát a dashboardoknál nem csak a hagyományos ilyen trend jellegű, vagy különböző ilyen hierarchikus lefúrásokkal tudunk foglalkozni, hanem ilyen képi világba ágyazottan. Most nem tudom, hogy mennyire jól látszik ott, valahol az amerikai kontinensen van egy ilyen kis sárga háromszög. Tehát képekre, vizuális képekre tudunk rá vetíteni olyan teljesítménymutatókat, amivel azonnal szemmel látható, hogy hol van mondjuk riasztás vagy probléma. Itt most az, hogy egy térképre, vagy egy gyáralaprajzra, vagy egy berendezésnek egy ilyen robbantott ábrájára vetítjük rá az adott alkatrészből jövő riasztást, az választható és eltérő lehet. Jó, tehát ezeket mind önkiszolgáló módon a felhasználók ki tudják alakítani, és könnyedén testre szabhatóak ezek a megoldások. És akkor átadnám a szót Olivernek, aki egy konkrét példáról szeretne beszélni. Igen, köszönöm szépen. A megoldás gyakorlati alkalmazását egy mezőgazdasági vállalat eset tanulmányán keresztül szeretnénk bemutatni. Azért gondoltuk ezt jó ötletnek, mert általánosságban véve a mezőgazdaságban az informatikai érettség még nem mondható magasnak, és számos problémával lehet szembesülni egy ilyen megoldás bevezetésekor. Ilyen probléma lehet a mezőgazdasági vállalat oldaláról, hogy a vezetőség nem elég büdzsét allokál a projektre. Technológiai éretlenség is jelen van. Az adatok hiánya az viszonylag komoly probléma, ugyanis több telephelyen dolgoznak, és ezeken a telephelyeken az eszköz készlet nincsen listában a rendelkezésre álló alapanyagok nincsenek listázva, és hát a humán erőforrás is egy olyan faktor, ami rizikót jelenthet a projekt bevezetésekor. Szállítói oldalról ugyanúgy a mezőgazdasági vállalatnál az informatikai érettség még nem elég magas. Az, hogy egy megfelelő megtérülési számolást tudunk felmutatni, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vezetőségük elindítja a projektet. Az ott dolgozó humán erőforrása sok év alatt berögzült kockás papírra fölvitt adatokat hát nem fogja egyik pillanatról a másikra egy monitoron bepötyögni. És hát a valós adatok ismerete is egy problémát jelent. A következő dián az esettanulmány eredményét láthatjuk. Térképen el vannak helyezve a telephelyek, és azoknak az energiafelhasználása szenzorozva lett, így az anomáliákra fény derült, például egy elavult vízhálózatból kiszivárgó víz detektálva lett.
vízveszteség, igen. Környezeti paraméterek begyűjtését követően optimalizálva lett az adott hónapban az erőforrások felhasználása. Itt gondolok arra, hogy mondjuk nem permeteznek egy olyan hónap vagy hét előtt, amikor esni fog az eső. Illetve itt van a képi feldolgozás, a gépi látás, ami egy hatalmas segítség a vezetőségnek, hiszen gépi látással meg tudják számolni a megtermelt mennyiségeket, ezeket meg tudják becsülni mennyiségileg, sőt előre is tudják becsülni, és hát minőségellenőrzést is tudnak rajta végezni. Köszönöm. És az eredmény az onnantól, hogy real-time adatok állnak rendelkezésünkre, folyamatosan figyelni lehet a termelést, be lehet avatkozni bizonyos problémák esetén, ezzel megelőzve a kárt. És hát probléma esetén kapunk ilyenkor egy alertet például, amit a telephely vezetője is megkap. Például nem jut áram az egyik blokkba, és ezzel előre lehet jelezni az adott időszakban a termelést úgy, hogy egyébként költségfronton is minden pontosan vezetve van. És egyébként ennyit gondoltuk, köszönjük szépen a figyelmet. Én még egy gondolat azt kiemelném viszont, hogy nem tudom, korábban talán így az IBM-hez kapcsolódóan nagyon nagyvállalati megoldásokkal foglalkozunk, de azt gondoljuk, hogy a rendszerintegrátorok segítségével hazai KKV-s szektorban is most már tudunk olyan költséghatékony megoldásokat biztosítani, ami elérhető mindenki számára. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük!